jól tudom, ez az első alkalom hosszú évtizedes történetben, hogy vándor kiállítását írjuk meg az országon belül egy vidéki városban. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonképpen. Hiszen ez azt jelenti, hogy egyrészt van érdeklődés a múzeum anyagai iránt, másrészt a bíróság kinyitja ajtajait, múzeumait a van a közönségének. Be kell ismertetni hagyományainkat, ez a zsidóság kötelessége, és meg kell ismernünk egymást, ez mindannyiunk kötelessége. Különösen igaz ez itt, Pécsen, Dunántúlon, ahol a zsidóságnak nagyon mély, messzire nyúló hagyományai vannak, hiszen ennek bizonyára jól tudják, hogy Pannoniában még a magyar honfoglalás előtt a zsidóságnak itt községek működtek ezen a tájon, amikor most autóval jöttünk ide, útba ért a Dunai várost, Intercizát, ahol egy kő maradt fenn a harmadik századból, és ez a kő azt jelzi, hogy ott a hitközségi elnök egy emléktáblát emelt a császár és édesanyjának. Tehát volt zsidó hitközség ezen a tájon. De itt Pécset is Szofiát környékén találtak a harmadik, negyedik század fordulójáról egy olyan sír együttest, amelynek a holttestei sír mellékletek nélkül arccal kelet felé fordítva vannak elhelyezve, ami egyértelműen azt jelenti, hogy a zsidó sírokról van szó. Tehát nagyon messzire nyúló hagyományai vannak a zsidóságnak ezen a tájon, és ezért is kötelessége minden helybeli embernek, minden tudatos magyar honpolgárnak megismernie a zsidó hagyományokat, és nekünk zsidóknak kötelessége megismertetni hagyományainkat a város, az ország népét. Amikor itt körültekintjük, tudjuk azt, hogy ez a kiállítás csak egy kis szeletje a Budapesti Zsidó Múzeum gyűjteményének, de így is nagyon jellemző. Ha megnézzük ezeket a tárgyakat, gondos, üdes munka van köztük. Az elmúlt évszázadokból való művek ezek, egyszerű emberek készítették, polgárok, akik nagyon figyeltek arra, hogy hitüknek és közösségüknek szentegyék a legszebbet és a legjobbat, amit megtaláltak. Ez egy olyan hozzáállás, ami nagyon hiányzik ma a Magyarország zsidóságból, de azt hiszem, hogy minden közösségből össze. Hiszen az elmúlt évtizedekben gépiesen, felületesen próbálunk tenni, és nagyon fontos az, hogy ezek az emlékek megéledjenek, hiszen ezek nem csupán múzeumi tárgyak, hanem élő hagyomány részei. Jellemző az, hogy a tárgyak egy része az a két gyertyatartó és a nagy menóra, amely középül helyezkedik el a pécsi hitközség tulajdona. Gyakorlati élő, rituális kellékek, amelyek alkotó részei a zsidó közösségi életnek, vallásos gyakorlatnak manapság. Tehát ezek nem csupán múzeumi tárgyak, hanem élő hagyomány kellékei, amely élő hagyomány úgy kéne fölébreszteni, hogy azok valóban a lélek mélyéről őszintén a legszebbet és a legjobbat. Akik ezeket a tárgyakat készítették, egyszerű emberek voltak, iparosok, kereskedők, de mégis olyan emberek, akik polgárok akartak lenni, és polgároknak lesznek hozzák. Amikor manapság arra törekszünk országosan, hogy a polgárság
polgári társadalomnak a megújulásával meg ebből is meríthetünk, hiszen a zsidóság holokauszteli pusztulásával a magyar középosztály egy jelentős alkotó eleme is elpusztult. A megmaradtak a nagyon ügyesek el, és tanulnunk el abból az értékrendből, amelyet ezek a tárgyak a készítőknek keresztül közvetítenek. Végül pedig, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani, elsősorban a Zsidó Múzeum igazgatónőjének, munkatársainak, köztük Bors Péter testvérének, akinek a rajzait látják itt maguk előtt, még a lakásban is az ő rajzát lehet látni. Ezek kifejezik az ünnepnek nem csak az átutatát, hanem a hangulatát is egy-egy jelképen keresztül. Ezeknek a jelképeknek még messzire nyúló üzenetük van. És köszönetet szeretnék mondani mindenek előtt azoknak, akik ott van nyújtanak ennek az első vándor kiállításnak a helybeli megyei művelődési ház igazgatójának és munkatársainak, és a jelen épület gazdáinak is. Köszönetet szeretnék kifejezni, és kérem, hogy tekintsék meg ezeket a tárgyakat, érezzék magukénak, és érezzék át azoknak a gondolatait, azoknak a hitét, lelkesedését, figyelmét, gondosságát, akik ezeket a tárgyakat készítették, vagy készítették. Ennek jegyében jutom a kiállítást, és kívánom, hogy minél nagyobb örömet találjanak benne. Végezetül pedig hadd mondjam el, hogy külön örömet jelent számomra, hogy a kiállítás nem nyáron, hanem télen kerül megnyitásra. Azért, mert úgy tetszik ebből, hogy nem a turisták kedvéért, mint eddig szokásban volt, nem a külföldiek kedvéért kívánnak ezt a kiállítást megrendezni, hanem módot kívánnak adni arra, hogy elsősorban a város lakossága, iskolások és egyetemisták is eljöjjenek ide, és megtekintsék ezt a kiállítást. Ez egy nagyon fontos és nagyon pozitív oldala ennek a kiállításnak is külön örömmel Köszönöm.
Ja, de akkor oda kell.